Okay. Tehát ez egy házaspárnak a síremlékéhez készül, és az erdélyi sóvidéknek megfelelő jelrendszert használom, ahol antropomorf jellegű a fejfa, ahol megvan a fej, a nyak, a törzsrész, ugye nekünk is a törzsön belül a leggazdagabb, a szerveink, és megvan a lábrész, ahova a felirás jön. A fejfának az elosztása, ugye megvannak a fő motívumok, amik a személyiségjegyeket ábrázolják, és megvannak az úgynevezett behajtások, amik az évek számát ábrázolják, hogy hány éves koráig él. Ugye a férfi fejfa gombos végződésű, de a végződések mindig a szakmát, vagy azt a tevékenységet, amivel élete során dolgozott, azt ábrázolja. A nőnek a végződése mindig hudipáros végződés. Itt is megvan a nyaprész, megvan a törzs, és megvan a lábrész. Részleteiben a személyiségjegyek, ugye a nap jegyébe ajánljuk a halottat, az örök világosság fényeskedjék neki, ahogy szoktuk mondani. Itt van a rozetta, az úgynevezett székelycsillag, ez kimondottan a romás írásnak a B betűje, a B betű, abba vagy atyát, az Atya Isten ábrázolja, a kereszt, az egyenlőszáró kereszt mindig a Fiú Isten. Ez a tűzerő. A körte forma, ugye fogyóban az élet, egyre szűkül, ahogy elfogy az élet. Benne a vízjel, ami a női minőséget jelenti. Az alsó motívum, a gyászolja egy fiú gyermeke, mert ugye csillag, és gyászolja három fiú unokája. Ha esetleg lány lett volna, a középső, az unokák közül, akkor egyre tulipán került volna. Ez a hármasság, mert házaspárról van szó, a három unoka szintén jelenkezik. Jelenkezik a fiú gyermek, és ugye gyászolja a szerető felesége. Mert az, hogy gyászolja a felesége, az egy másik jel, de a szerető felesége az ez a jel. És ugye a behajtások az évek számát jelölik, vagy 10 vagy 20 évente, 10, 20, 30, 40, 50, 60 éves koráig élt. Nyaprész, ezen nyugszik a párna, tulipán végződéssel. Ahány fejfa, annyi személyiséget jelent. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást, és annyit áruljon már a végén, hogy megkérdezem a nevét. Én Alexa László vagyok, népi iparművész. Köszönöm szépen. Fa műves, vagy fa farag.